Dr. Fazekas Sándor az előzőekben ott a családjával a Voksán. Mi a mai választás tétje? Az a választás tétje, hogy a mi hazánk az megmarad-e a magyar emberek otthonának, a mi hazánkat meg tudjuk-e őrizni a bevándorlóktól. És Karcagon is megvan ennek a tétje, hiszen én azért is támogatom a Fidesz-KDNP-t elkötelezetten, mert ez az egyetlen olyan párt, amely megvéd bennünket a bevándorlóktól. Karcagon nem kell sem arab, sem néger negyed, nem kellenek bevándorlók. Karcagot is szeretnénk megőrizni olyannak, amilyennek szeretjük. Az elmúlt években sokat fejlődött a város az ön támogatásával is, ez folytatódni fog. Az ország fejlesztése, az modernizálása 2010-ben egy új lendületet vett, és nagy kár lenne, hogyha ez a lendület most megtörne, hiszen egy olyan vidékpolitikát láthatunk, amely lépésről lépésre felszámolja azokat a hátrányokat, lemaradásokat, amelyekkel évtizedek óta küzdünk. Sok feladatunk van még az egészségügyben, oktatásban, az utak állapotában, de látszik az, hogy a legfontosabb döntések megszülettek, és a legfontosabb munkák azok már zajlanak. Elég itt arra gondolni, hogy akár a 4-es főút, a vasútvonalnak a felújítása, korszerűsítése megkezdődött, aluljáró, felüljáró épült, a 4-es autópálya kiépítése is zajlik, és ott a városban is a kisújszállási úton megkezdődtek a munkálatok. Milyen részvételi arányt tippel? Hát én szerintem olyan 60% körül lesz most a részvétel, ez valószínű, hogy néhány százalékkal magasabb lesz, mint a korábbi években. Jó idő van, kevésbé fogja vissza az embereket a hideg vagy az eső, és élénk a mozgás a városban. És Karcagon mindig elég jó volt a részvétel, szerintem ez a hagyomány folytatódni fog. Köszönjük szépen! Köszönöm!